ide figyelni arra, amire én szeretnék felfigyelni. Szóval hát lesz a hang is, jó? Hányszor tesszük fel a kérdést, miért beburkolt ítéletekből, amit hogyha elengednénk, akkor valami teljesen más tudnánk létrehozni, amiből működünk. És minden, ami ez, és mindent, amit ez behozol, teljesen egyre jó rossz fogva mindenki lesz, mindenki működés túlon túl. Mennyi energiát használunk arra, hogy folyamatosan agyaljunk a hogyan csináljam azt, amit kitaláltam, hogy hova szeretnék eljutni, ahelyett, hogy azt az energiát belefektethetnénk mondjuk a jelenlétbe, az éberségbe, az új választásokba, a további kíváncsiskodásokba. Szóval mennyire vagyunk erre szocializálva, hogy folyamatosan a hogyan és a miértet keressük. Ugye még egy gyerek korszakot is elneveznek erről a miértről, nem is tudom, ez a 2-3 éves kor körül van, ugye, amikor reggeltől estig a gyerek azt kérdezi, hogy miért. Persze emögött is vannak érzések, de kérdés az, hogy mitől lehetne ez hatékonyabb, ez a megvalósulás, hogyha azt a rengeteg energiát mibe fektetnénk bele, amit most a hogyan keresésébe fektetünk. Mi kéne, hogy erre éberek legyünk? És hányszor akarunk egyébként a feltett miértekre válaszolni? Hányszor mutatták azt nekünk, hogyha a miértre van egy válaszod, vagy bárki más válaszol a mi miértünkre, akkor ő lesz az, aki tudja azt, hogy mi történik a világban. Tehát, hogy hol kevertük össze azt, hogyha miért jön egy válasz, akkor a valóságot kapjuk valójában, ahelyett, hogy rálátnánk, hogy azok csak nézőpontok. Tehát gyerekként a miért korszakban ugye azok voltak az istenek, akik a mi miért kérdéseinket meg tudták válaszolni. Megtennéd-e azt, hogy saját magadnak az éberségét, tudatosságát hívod elő, ahelyett, hogy máshol onnan várnád a válaszokat. Nagyon érdekes, mert ugye, ahogy használom ezeket a kérdéseket, amiket szoktunk, hogy hogyan oldódhatna meg, és akkor akivel beszélek, mindig, ahogy te is mondod, mindig válaszolni akkor, és mondom, hogy nem kell válasz, köszönöm szépen, én most az univerzum kérdezem. Miért kérdezed? Szóval minden... Azt hittem, hogy engem kérdeztél. Szóval mindenhol, ahol tényleg igazolni akarjuk a miértekkel, tehát, hogy mármint a válaszokkal, hogy a miért az valós, vagy a hogyan az valós, azt hajlandóak vagyunk elpusztítani, nem teremtetté tenni, és megengedni, hogy egész egyszerűen csak kontrollon kívül megengedjük, hogyha van egy probléma, vagy bármi, nem mi akarjuk megoldani, hanem megengedjük, hogy delegáljuk a feladatot, a hogyan az univerzumnak, és bárhogyan megjelenhessen az a dolog, hogy megoldódhasson az a probléma, amit abban a pillanatban jelentőségé tettünk, de mi magunknak nincs jelentősége. Tehát mindenhol, ahol a jelentőségtelivé tételhetünk valóssá, amit aztán igazolni szeretnénk az univerzum által, és saját magunk által, azt is elengednénk el, és megengednénk el, hogy csak úgy létezve megoldódjon minden. És mindenhol, ahol a múltra támaszkodunk, ahol csak a fejünket, ugye, mert azt tanultuk, hogy meg kell oldani a dolgokat, és a válaszok valóban a mi értek alapján mindenféle definíciókat kell adnunk, akkor hajlandóak lennénk a mostani, úgymond nevezzük modernnek, modern áramlatokkal menni, nyitott kérdésekkel. Mindenhol, ahol a környezetedben, a családtól, munkahelyen, mindenhol egy ilyen kérdés-válasz szituációba kerülsz, mi kéne ahhoz, hogy kitágítsd ezeket a kereteket. Mekkora hozzájárulás lenne ez az emberek életéhez és a környezetedhez most és a jövőben. És mennyire szűkíti le, nézzünk rá, hogy a miért, a hogyan kérdés is leszűkíti
a végtelen lehetőségeket arra az egy vagy max kettőre, amire az emberek ugye válaszolnak, és mennyi bizonyítást próbálunk ezzel tenni, hogy ez most nem volt egy magyaros mondat, tehát hogy az, hogy én tudom a választ, én okos vagyok, mert ugye majd, ha én megmondom, hogy hogyan, akkor majd mindenki azt fogja gondolni, hogy én ilyen okos vagyok, meg ezért kaptam a jó jegyet az iskolába, meg még hány helyen van ez bekötve, hogy valójában ilyen automata módon ez jön eleve belülről, még hogyha te már excesszes vagy, nem tudom mióta, és már nyitott vagy a kérdésekre, akkor is valahol mélyen egy részünk az így működik, ugye? Hogy erre lettünk tanítva. És ez mennyire beszűkíti a végtelen lehetőségeket, mert ha már csak egy dolgot vagy kettőt mondok, hogy miért, vagy hogy hogyan, akkor már tovább nem leszünk kíváncsiak arra, hogy egyébként még hány más módon meg lehetne azt a dolgot oldani. És hogy itt visszakapcsolódnék arra, amit Ildi mondtál a kérdésre, hogy miért vagytok itt, és hogy mondtad, hogy hát ha mondunk valami okosat, és hogy mindenhol, ahol azt várom, hogy a másik mondjon valami okosat, hogy mi lenne, hogyha az a, inkább csak ilyen inspirál, ugye csak az itt nálam ilyen idézőjelben van, hogy mi van, hogyha csak inspirálunk arra benneteket, hogy meglejétek magatokba azt a belső választ, azt a belső tényleg ilyen energia, amit ugye követünk, hogyha azok lennénk, ha önmagunk lennénk, akkor ugye ami célokat, ami vágyakat így kitűzünk magunk elé, és a hogyanok és miértek helyett inkább ezt a belső energiát követve haladnánk ugye ezen az úton, és hogy igazából ez a csak mi inspirálni szeretnénk benneteket arra, hogy kövessétek a ti hogyanatokat, ami nektek fel fog bukkanni, azáltal, hogy kéritek azt, hogy bukkanjon fel, hogy na most mi a következő, ki az, akit hozzáadhatok az életemhez, mi az, amit hozzáadhatok az életemben, mi kellene ahhoz, hogy közleketten is jöttek urá, úgyhogy hogy igen, szóval mi az az invitás, mi az az inspiráció, ami lehetünk nektek, és ebből én már kanyarodnék is, hogy most a hétvég, vagy mikor is 11-től alapozót fogunk tartani a Balatonnál, Balatonfüreden. Miért pont ott? Hát nem csak, mert hogy buli, és hogy nagyon jól fogjuk magunkat érezni, és remélem, hogy sokan velünk tartunk, hogy felfedezzük azt, mindazt, amit ami a hogyanokon és a miérteken túl van. Hogy felfedezzük azokat az ajándékokat, akik vagytok, akik vagyunk, hogy megmutassuk a világnak azt, akik vagyunk, és egy csomó olyan eszközt szeretnénk nektek átadni, ami ugye ebben hozzájárulás, illetve hát aki ismételne, azokat is szeretettel látjuk, hogy még mélyebb legyen ez a tudás. Úgyhogy... Még az jutott eszembe, hogy mennyire az, szóval melyik részünk az, amelyik egyáltalán ezzel a miért, hogyannal foglalkozik, szóval mennyire megyünk ilyenkor az elménkből, és ugye volt még régebben rendszeresen az Excess-be célzás az ok-okozatra. Ugye az ok-okozat az honnan is jön? Hát az mondjuk nem a tudatosságból jön, hanem ott is rettentő sok befixálás van, ugye a régi, a karma, igen, mert hogy most akkor, mert ő volt az anyád, azt csináltad az előző életedben, meg stb. Szóval, hogy mennyire visz be bennünket ezekbe a tényleg a múltba, meg az okozatba. Mi van, hogyha igen, itt idézem mondjuk Palacskot, hogy miért csak? Tehát nem, azért, mert választhatod. Azért, mert választhatod, és még mi mindent választhatnál ott. Mi van akkor, hogyha... Igen, nézzünk rá, nem is bánnám, ha hozzászólnátok egy kicsit, hogy ti milyen életterületen, vagy milyen témába szoktátok állandóan keresni, hogy az most miért. Miért így történt, mikor te mást választottál, és közben arra számítottál, hogy majd milyen jól fog sikerülni, és akkor miért? És keresed a hibát mondjuk magadba, vagy keresed a hibát a választásodba, vagy szóval mondjatok légy szíves olyat, amiben ti úgy érzitek, hogy ott nehezen jöttök ki a miértből, vagy a hogyanból, hogy akkor inspiráljatok egy kicsit bennünket olyan kérdésre, ami esetleg ott változtat.
És hát szerintem az jött el, hogy ugye nem csak a... tehát a mimikri is tulajdonképpen erről szól, hogy meg akarjuk érteni mások működését, meg akarjuk érteni a miérteket, és azzal, hogy megértjük, ugye belemegyünk energiában, és magunkba zárjuk, és azt hiszük, hogy ez már hozzánk tartozik, mert csak akkor tudjuk megérteni, hogyha mi magunk átéljük, az érzéseket kipróbáljuk, vagy belehelyezzük magunkat más életében, más meg az útjaiba. És a mimikri és az egyik testkezelésen az alapozón használunk, hiszen óriási blokkokat tudunk feloldani azáltal, hogy megértjük, hogy ezek a miértek és a miértek által bevett nézőpontok, azok tulajdonképpen nem is hozzánk tartoznak. Tehát, hogy nekünk mi működik, amikor nem a bevett nézőpontok alapján működünk, hanem elengedjük a miérteket, és ugye a mimikrinél ott van, hogy miért csak. Igen, adjuk, hogy szóhoz jussatok. Mondják, Timi. Sziasztok! Én még így visszacsatolásként, vagy válaszként Eszternek a kérdésére, hát, hogyha ez még felhoz valamit, én rendszeresen még a mai napig, pedig gyakorlom ugye az Access-t, mindig belefutok abba, hogy a családdal kapcsolatban, a párkapcsolatban vannak ezek, jönnek fel ezek az érzések, hogy na ez most miért történt, amikor én nem választhatok ilyet, hát miért választanám ezt, és ez a két terület az, ahol még mindig rendszeresen belefutok ebbe, hogy tehát miért történt ez. Tehát amikor valami kellemetlen helyzet alakul ki a családba, és nem érted, hogy ezt most mivel választottad? Vagy? Igen. Hogy most neki miért ez a reakciója én rám, stb. Oké, erre mondjuk, ha most visszakérdezhetnék, hogy amikor a másiknak van egy reakciója rád, az kiről szól? Igen, nem tudom, amikor el szoktam ezen gondolkodni, akkor ugye eljutok odáig, hogy minden belőlem indul ki, és akkor már teszek fel kérdéseket, hogy mi zajlik bennem, vagy ilyesmiket, csak az első úgymond reakcióm nekem is ezekre a helyzetekre még mind. Most például mennyire érdekes nézőpont volt, hogy én pont az ellenkezőjének gondoltam, amikor föltettem a kérdést, vagy én nem arra gondoltam, hogy belőle indul ki, hanem hogy a másiknak a reakciója az róla szól, mert ő neki nyomkodtál valami gombot, látod te pedig, igen, rólam szól. És hogyha azt nézzük, biztos, hogy ez most is. Tehát biztos, hogy meg lehet figyelni, hogy mi volt nálam, például engem miért zavar az, hogy neki ez volt. És mit is kérdeztem azt, hogy miért, de igazából igen, mik azok a nyomógombok itt, vagy mit tettem életbevágóvá azzal kapcsolatban, hogy nem engedem meg, hogy úgy reagál, ahogy akar, hogy én ehhez képest utána próbálok másképp viszonyulni. Tehát ugye ezt is úgy hívnák, hogy miért, de azért kicsit ezt jobban körbe lehet járni. De azért hajlandó vagy-e tudni, hogy eleve a te lényed, a te energiád is kiválthat másokból reakciókat, és az viszont róluk szól. Igen, illetve mostanában azzal szoktam így foglalkozni, hogy mire kérhettem én meg, nem tudom, másik életben, másik dimenzióban, nem tudom, hogy szoktuk ezt mondani, ami miatt ő neki, vagy ő így kapcsolódik hozzám, vagy ő ezt a nyomógombot nyomja meg bennem. Igen, ezek szoktak még mostanában így eszembe jutni. Köszi. Erre nekem az ugrott be, hogy amikor az Access-szel először találkoztam, illetve az első eszközöket kóstolgattam, meg ízlelgettem, akkor nekem az egyik legnagyobb hozzájárulás az egész módszernek, meg az egész eszköztárnak az életemhez az volt, hogy egyszer csak valaki rámutatott, hogy még az sem kell, hogy tudjad, hogy mi történt pontosan, hanem előveheted annak a dolognak az energiáját, illetve hogy ugye az már igazából azonnal megjelenik, de megteheted, hogy akkor oké, tudatosan ránézel, és azt mondod, hogy mindegy, hogy valaha mit tettem az előző életeimben vele, vagy ő velem, vagy
Több mindegy, milyen katyfaszt csináltunk annak idején, ami esetleg ezt eredményezheti. Az egészet most hajlandó vagyok eltörölni, elpusztítani, nem teremtetté tenni. Hogy ami neked könnyű, dobhatsz rá hármat, ötöt, frekingelheted, ahogy azt érzed, hogy meg tudod mozdítani az energiát, de mi van akkor, hogyha tényleg ezeket a miérteket kicseréled erre, arra, hogy az energiájával dolgozol a dolognak? Nézd meg kell, hogy könnyíthet-e ez az egészen. Jó, látom, és ami egyébként nekem ilyenkor, mindenhol, ahol belemennénk a miértbe, hogy miért alakult így, az én életemben, ami mindig kizökkent, akár a konfliktusokból, akár bármilyen helyzetből, az az, hogy felteszem a kérdést, hogy mi a jó nekem ebben, amit nem veszek észre. Hiszen, hogyha elismerjük, hogy mindent mi választottunk az életünkben, azért választottuk, mert valamilyen nézőpontunk alapján értéket adtunk annak a dolognak. És hogyha elismered, hogy te választottad mondjuk azt az adott vitát, vagy egy bármilyen problémát, akkor tedd fel a kérdést, hogy mi a jó nekem ebben, amit nem veszek észre. Mit kaphatok tőle, és miért lehetek hálás ennek a helyzetnek, ami teljesen megfordítja az energiáját a szituációnak, és tényleg nem kell tudni, hogy mitől alakult ki. Nekem ez most értékes volt, hogy lehet ez még ennél is jobb, és mi más lehetséges most? Tehát hajlandóak lennénk, tényleg teljesen kimenni a fejükből, és ez nagyon irracionális, amikor benne van valaki egy problémával, hogy hogyan lehet ez még ennél is jobb, sőt, ez még bosszanthat is másokat. Most volt pont egy hasonló esetben történt valami, és feltettem a kérdést, hogy mi a jó ebben, amit nem veszek készre, és hogyan lehet ez még ennél is jobb, és teljesen fel volt háborodva. Mert hogy ez már annyira automatikusan tud jönni. De tényleg, tehát hogy mi van, hogyha lesz egy polaritást arról a problémáról az, hogy megfordítod, hogyan lehet ezt az előnyöt megfordítani? Meg ugye mennyire veszed magadra, hogy rólad szól az, hogy a másikon, amire hogy reagál. Tehát, hogy ugye ez a mi jó kis ítélkező világunk, ahol mindenkinek mindenről véleménye van, és hogy rögtön elkezded úgy érezni, hogy biztos te csináltál valamit, ami miatt ez így alakult, pedig ezek ugye külön választások. Most vicces, mert pont tegnap hallgattam az Eckhart Tollénak az egyik ilyen feliratos videóját, ahol arról beszélt, hogy amikor agyal az ember, és közben egyre boldogtalanabb, hogy akkor ebből hogy lehet kijönni, hogy lehet megállni, és végre valami mást érezni. És akkor elmondta azt a gondolatot, hogy amikor végre már annyira éber vagy, tehát azt mondta, hogy aki egyáltalán nem éber, az észre se fogja venni. De hogyha egy kicsit is éber vagy, és észreveszed, hogy a francba már megint jár az agyam, és nem vagyok boldog, akkor már választásod van, akkor már választhatod azt, hogy oké, hogyha ennyit agyal, és mégsem vagyok boldog, és mégis ugye nem jövök rá a megoldásra, akkor kell ez nekem? Szóval mi lenne akkor, hogyha választanám azt, hogy mondjuk milyen, amikor nyugodt vagyok, vagy milyen, amikor jól érzem magam, mondjuk kicsit használom a légzésemet és a testemen, elkezdem érezni, hogy lazulok-e, De amikor lélegzel, már kijössz abból a gondolatból. Szóval mi lenne, hogyha amikor ezek az interakciók vannak a kapcsolatokban, akkor te mindig magadat figyelnéd meg, azt, hogy reagálsz, hogy reagál a tested, és egyébként nézd rá, hogy szeretnéd, hogy reagáljon, hogy szeretnéd érezni magad a bőrödben. És rögtön elkezdheted elvinni a figyelmedet arról, ami helyett beleszoktad ásni magad ebbe az okozatba. Igen, és a Tini írja, hogy én eddig azt használtam konfliktusnál, hogy egy végtelen lény választanál ezt. Aha. És hogy itt beszélgetünk, mielőtt itt beindultak itt a csereberék, meg az energiák a bolival, hogy hányszor csinálunk olyat, amit tulajdonképpen nem kell nekem. Van egy ismerősöm, aki mesélte nekem, hogy randira készült valakivel, és időközben meggondolta magát, és úgy azon gondolkodott, hogy hát mégis így, hogy koptassa le a fickót, mert hogy mondta, hogy nem szeretne vele találkozni, és hogy ez így nem ment át, ez a nem, ugye. És hogy arra gondolt, hogy akkor mi az a,
az a manipuláció, ami lehet, és hát ahogy beszélgettek tovább így a csetben, így arra került a sor, hogy kiderült, hogy volt egy kapcsolat, és mondta, hogy igen, és hogy miért lett vége, és hogy egyszerűen csak azt írta, hogy tulajdonképpen még mindig szeretjük egymást, de a karantén miatt nem tudunk találkozni. És ez abban a pillanatban, annál a férfinél, ez egy olyan volt, hogy így köszönés nélkül így eltűnt. Tehát, hogy tényleg, hogy egy végtelen lény választana ezt, de hogy mi van, hogyha nem ítéljük meg azt a helyzetet, mi van, hogyha bármilyen helyzet lehet hozzájárulás, bármiféle kommunikáció, hát nyilván, hogy nem ez volt az igazság, vagy lehet, hogy volt igazságtartalma, de hogy abban a szituációban ez nagyobban legalább elérte azt, amit valójában szeretett volna. Tehát, hogy mi van, hogyha egy konfliktusnál is mondjuk kihozunk valami féltékenységi jelenetet azért, hogy végre szakítani tudjunk, pedig mert mondjuk, hogy de nem szoktunk féltékenyek lenni, nyilván ez a manipuláció része volt. És hogy hány helyen tesszük magunkat ezért is még hozzá, mert ugye bevesszük még, pedig hogyha csak elismernénk, hogy ez most csak egy eszköz volt ahhoz, hogy elérjem azt, amit végre szeretnék, amit hogyha így elmondtam direkt, hogy nem, én már nem szeretném ezt tovább, nem szeretném ezt, nem ért célt. Akkor van az az eszköz, ami meg igen. És akár ez egy konfliktusnál is azért a női praktikák, nem tudom, mennyi férfi van, de a női praktikák azért így eléggé szövevényesek szoktak tudni lenni, úgyhogy hát igen. Tudatosan és tudatala? Igen, mert használjuk ezt akkor tudatosan. Tehát mi lenne ott? És a minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az. Mert mi van akkor például, hogy az is téma szokott lenni a kapcsolatokkal, hogy mi az a kényelmes távolság, ami neked kényelmes a másikkal, és amikor már túlságosan egyet vagytok, akkor valamelyik ötöknél elszakad a célna, és igyekeztek csinálni valami botrány, csak azért, hogy megkaphass végre azt a nagyobb távolságot, azt a nagyobb teret, amire szükséged van. Szóval hajlandó vagy-e, amikor bármi történik, jelen lenni, és rákérdezni, amúgy ez micsoda, és egyébként mit vehetek ebből észre, és mit szeretnék egyébként érezni. Most mondjuk ugye Gabinak pont lesz egy olyan program sorozata, ami a párkeresés, hogy is van pontosan a cím? Társkeresés. Mesterfokon, igen. És mondjuk, hogyha megnézzük, hogy hányat, mennyien írogatnak az interneten a különböző párkapcsolati problémákról, nekem is van olyan coach ismerősöm, aki a nőkről teljesen lesújtó véleménnyel beszél, hogy manapság a nők milyenek. Tehát, hogy a lényeg az, hogyha már eljátszadoznak az emberek a saját fejükben, a saját ítéleteikkel, akkor ne jöjjenek zavarba, pont az jön szembe, amiről ő nekik véleményük van. És hogy igazából utána hiába kérdezi, hogy miért, meg hiába megy bele ilyen állítások, hogy azért, mert olyanok, ez ugye hát azt fogja teremteni. De mondjuk milyen kapcsolatban szeretnél lenni? Milyen az, amikor jól érzed magad a bőrödbe? És milyen az, amikor hajlandó vagy megengedni másiknak, vagy mondjuk akár rossz napja van? Hát így válik ez a létezés, mondhatnám így is tűzszerűen, hogy a csodák útjává, ugye? És mondjuk, hogy lehet ez az élet egy örömteli, mondjuk az örömet, ha örömet választó, hogy játszok, azt mondta, hogy az örömet élem, és hogy igen, hogy hogyan tudnánk túlteremteni bármiben is ezen a valóságban, és ez tényleg olyan, hogy nincs benne fogható, mert egy csomó olyan dolgot kell magunk, vagy lehetne, mert nem kell, nem muszáj, magunk mögött hagyni, ami még mindig ide köt, csak azt olyan nehéz elengedni, mert ugye nem tudjuk, hogy mi van ezen a valóságon túl, hát akkor már ugye nem lenne ez a valóságon túl, de hogy mégis elérhető, mert tudjuk kérni. És hogy Eszternek például van egy program sorozata, ez a túlteremtő sorozat, ha jól tudom, amire majd hamarosan megnyílik a regisztráció, hogy arra invitál, hogy merjünk túlnézni ezen a valóságon, csomó olyan eszköztet. Bármilyen élőterület. Úgyhogy így ajánljuk. Ráadásul, hogyha megnézzük, hogy a bársz mennyit lazít ezeken a nézőpontokon, akkor mi most pont a Szilvivel fogunk csinálni el, és invitálunk benneteket egy nagyon jó kis testkezeléses kurzusra vasárnap,
ahogy a függőségeinket nézzük meg, és ez zakatolt bennem, ahogy így meséltek a többiek is, hogy hányszor próbáltál tökéletes mániát csinálni ebből, hogy a miérteket felteszed, és a hogyanokat, és tökéletes válaszokat keresni. Tehát mindenhol, ahol egy ilyen függőségbe estünk ennek a mostani reality, mostani valóságtól, azt halandak vagyunk elpusztítani, és semmit sem tenni. És hogy Szilvi, van kedved egy pár szót, erről még mind eszedve. Hát nekem az jut eszembe, hogy ha már tökéletesség mániát említetted, akkor ugye hány olyan hely van még, ahol tényleg mindig a legjobbra törekszünk, és ha viszont a függőségeket, akkor azt mondom, hogy elég sok mindenre lehet intézni ilyenkor egy csomagban, mert a jóra törekvés, meg a tökéletességre, meg a maximumnak a kihozására, a hatékonyságra való törekvés mellett azért jócskán függhetünk a hétköznapi valóságban felbukkanó internetes hírektől, a kütyüktől, az embereknek a reakcióitól akár. Mondjuk az ételtől, nekem az most pont ahogy beszéltetek erről. Ugye van egy pár plusz kilóm az utóbbi hónapokban, és most, hogy így ez szóba került, kifejezetten eszembe jutott, hogy hányszor gondoltam arra, hogy miért, és mit kéne megváltoztatnom ahhoz, hogy ez megváltozzon, és azóta jobban hízok, mert ugye folyamatosan arra fókuszálok, hogy onnan szeretnék eljutni. És ez kihez tartozik, akár az a pár kiló, hogy az hogy és hogy hogy most hamarosan utaztok, hová is, vagy hogyan? És ez annyira érdekes, mert ugye nem ide terveztük, tehát Balira terveztük az utazást, csak Balira van zárva, és akkor mindenhol, ahol a hogyannal állítjuk meg a teremtésünket, mert elkezdjük kikalkulálni, hogy úristen, akkor hogyan lehet, meg akkor lehet egyáltalán, meg mi más lehetség is. Szóval, hogy amikor belemegyünk abba, hogy mi akarjuk kitalálmányozni, megtervezni, és hogyha az úgy nem jön össze, akkor az egész az már mehet a kukába. Szóval mi van, hogy ez nem igaz? És mi van, hogy csak tűzöm zsincse, hogy hogyan fogok eljutni oda, meg hogy mi módon, és mi. Mi van, hogyha nem oda, hanem valahova máskor, vagy nem akkor, hanem valamikor máskor. Tehát mindenhol, ahol tényleg mi akarjuk kontrollálni azt, hogy hogyan, mi van, hogyha mindig ezzel öljük meg, vagy nem mindig, de hogy ezzel könnyedén megölhetjük, és egyébként pont van egy sorozatom, az öt fegyver, hogy hogyan nyitjuk a teremtéseinket, és köszönöm szépen, hogy még egy hívás van. És ez most egy nagyon jó kis inspiráció. Sajnos nem csak ez kényszerűen sok lehetőség van, hogy kinyírjuk. Nagyon ügyesek vagyunk. Szeretnék a kérdést, hogy miért van ez a járvány, mert tök jó fejült, Bori besélt nekünk, amikor utaztam a Mexikóba, hogy kicsit más volt az egésznek. Tehát eleve az a miért van ez az egész töblöttünk, akár a Covid-ra értelmezve, ha ezt feltetted magadnak, akkor hajlandó, hogy elpusztítani, semmiség tenni, és ha minden azt hogy be vagy zárva, erre nagyon jó példa volt, hogy utaztál is meséltél, hogy ott egy kicsit más volt, ugye, amikor kiléptél ebből az úgynevezett magyar burokból, erről. Igen. Nem tudom pontosan, mire mondjuk az a kicsit szabadabb, sokkal szabadabb világ, amit de van kezdjük lenni. Na jó, három. Egy, kettő, három. Szülés, beindulunk. Magzat, elfolyik. Hogy is lehet az? Abszolút folyik az az agyalás a fejembe, pedig azért igyekszem nem agyalni. Én ott hogy fogom elkerülni az oltást? Mi kéne, hogy elkerüljem az oltást? Van még kérdésetek? Bárki elköszönt. Okay. Azt ne felejtsük azért el, hogy ez a Balatoni alapozó, ez online is meglátogatható, de valójában
már egy hatalmas lépés ahhoz, hogy egy teljesen más Filip legyen, mint amivel most ugye be vagyunk zárva. Tehát rögtön megválaszthatod azt, hogy, hogy igazából te már egy holiday négy napot veszel ki magadnak, és ugye az összes témát, ami az életben fölmerül, vagy amit te hozol, az abszolút keresztbe kasul ki tudjuk forgatni, és teljesen sublimálni fognak a korlátok, hogyha mondhatom így. És mindenhol a fejen, hogy ó, de hogyan jutok el oda? Igen, többen is meg autóval. Nem ez is, hogy erre gondoltam, hogy jaj, oké. Okay. Hogy miért ne választunk valamit, és valami pénz. Akár egy például. Pénz, idő, energia, család, gyerekek, anyós, ki is fog várni. Jó, tehát azért ne hűjtsük magunkat, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy amikor valaki azt hiszi, hogy ezt szeretne ott lenni, csak közben eszébe jut az az öt dolog, amiért nem, akkor tudjon róla, hogy ebbe semmi igazság nincs, nem szeretne ott. Vagy ha mégis szeretnél, akkor te ütnéd-e már azt a nem tudom, mesterséges intelligenciát a fejedbe, aki folyamatosan most próbál belepofázni, mert pontosan tudja, hogy ha oda mész, többet már szóma se fogjuk. Igen. Mindenhol, ahol nem lehet új alapokra helyezni az életet, egy ilyen jó kis alapozóval, és egy fantasztikus helyen, Balatonfüreden, egy csodálatos környezetben, hát az óriás popod. Nekem nem is elegem. Köszönöm, azt terzeljek, mert itt úton vannak lefele, úgyhogy meg lehet. És azért nekem több olyan részből is volt már, akik pedig egyszerűen tényleg belementek a bazenekkel, hogy már pedig ott szeretne lenni. Még sehol semmi pénze nem volt. Egyszerűen választottak igaziból, és honnan tudom, hogy igaziból? Onnan, hogy utána ott volt. Mert utána hirtelen innen, meg hirtelen onnan, csak úgy lett neki. Egyszerűen hajlandó vagy-e például erről is az agyalást, hogyan legyen az a minden, teljesen elengedni és kiüríteni a fejedet, és megnézni, hogy egyébként szeretnék, vagy nem. Milyen érzés lenne, ha ott lennék? Mennyire tudok ettől tényleg libabőrös lenni? És milyen lenne utána az életem is? És akkor utána, hogyha mégis elszámolod magadat, akkor a többi az majd adódik. És hogy az a nagyszerű, hogy ilyen sokan ott leszünk ilyen. Mindenként csodás facilitátor és mi vendégként, hogy eldöntheted, hogy miként lehetünk neked hozzájárulás, mert az abszolútban hallottam először, hogy attól ahhoz menjek, aki vagy annyira szimpatikus, hogy akár szexelnék is le, vagy pedig annyira unszimpatikus, hogy feláll a hátamon a szőr. Nekem teljesen mindegy, hogy mi az, ami miért választotok, nekem nem mondjátok el, hogy engem. Tényleg, hogy mindegy, hogy most ez a szimpátia, vagy az unszimpátia, tegyétek fel azt a kérdést, hogy vajon mi az, ami benne valami miatt, hogy korsózik a háta, és hogy lehet-e hozzájárulás, vagy mi az, amiért annyira szimpatikus, hogy tényleg örömmel, nekem erre klasszik például, legjobb barátnőm, jelenleg az, akivel konkrétan, tehát, hogy egy légkérde se tudtunk volna lenni, és most országos barát. Van-e kérdésetek még? Mórinálát van többször felvillanni. Igen, ő elköszönt is közben. Már nincs menni. Minden esetre, ahogy így most csak arról beszélnék, hogy az elmúlt két hónapban végülis teljesen visszavonultam, mint egy remete-remete szőlőse, és abszolút én is belül a saját ügyeimet próbáltam most. Tehát úgy éreztem, hogy most nem foglalkozom a külvilággal, hanem magammal. És most, hogyha körbenézek, akkor látom, hogy ez beindított a családomba egy változást, és hogyha most körülnézünk a világba, hogy az, ami kinéz, szóval ez a minden az ellenkezője annak, aminek látszik, stb. Tehát ehhez képest, ha nem csinálunk semmit, akkor nem fog történni semmi, hanem ugye sodródunk erre, amerre a világ most mutatja magát. Ezzel szemben szerintem a legjobb időpont most arra, hogy te
viszont a kezedbe vegyed a valóságodat, és egyszerűen határozott választásokat hoz, és egyszerűen kirúgd a francba azokat a korlátokat a fejedből, ami most azt hiteti el veled, hogy hát igen, most megváltozott a világ, és mostantól ugye ez a szar lesz a jövő. Tehát én azt gondolnám, ha meg még ráadásul gyereked is van, akkor most képzeld el azokat a tínédzsereket, meg 20-korai huszonokat, akik eddig azt hitték, hogy hú, hát még csak most jön az életnek minden, és eddig mindent tök szabadul csináltak, és most ott van körülöttük egy csomó megrodgyant középkorú, aki azt hiszi, hogy sehova. Tehát, hogy mostantól ugye vége az életnek, és ilyesmi. Szóval mi lenne, hogyha mondjuk sugároznád a valóságodba azt, hogy egészen más kaliber vagy, egészen más várakozásaid vannak, egészen más választásaid vannak, és egyébként, ha te nem fogod letenni azokat a lépéseket a választásaiddal, akkor ez magától kívülről soha nem fog megtörténni. Igen, és ez nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, Eszter, mert hogy hányszor ezek a zavaró beültetések irányítanak minket, a kétel, a félelem, a kétség, mindenhol, ahol elbizonytalanodunk abban, hogy mire vagyunk képesek, azért, mert ezt látjuk, hogy mindenki visszafogja magát most, meg kivár. Szóval mi volna, hogyha ott a Csipke Ruzsika álmában te lennél az, aki nem vársz, nem teremtesz, és mész előre, és te felébredsz, amíg ez az egész itt alszik, és mit hozhatsz létre, milyen úttörője lehetsz a változásnak a világban, amivel inspirálhatsz másokat arra, hogy ők is választhatnak többet, jobbat, mást, mint amit most a médiában, meg tényleg mindenfelé hallunk. És lenne is egy kérdés, hogy beindult teremtések az utolsó lépés megvalósulás előtt megakadnak, nem realizálódnak. A nagy lendület és lehetőség nem valósul meg minden igyekezet ellenében. Látszólag mindig úgy alakul a körülmény, hogy még türelem kell hozzá. De miért az utolsó lépésnél? Köszi. Pont megfacilitáltam ugyanezt a kérdést, és az volt a kérdésem, hogy ha beteljesülne, akkor mennyire unatkoznál utána? Vagy mit döntöttél el, hogy mi fog történni, ha beteljesül? Meg azt is megkérdezném, hogy mennyire számítgattad az időt, hogy annak mikorra kell beteljesülni? Szóval, hogy mennyire vagy számítás következtetésben, mert én valójában azt veszem észre, meg most akkor ezektől a nagyoktól is ezt olvasom, az Ábrahám, meg a Tolle, meg a jó, biztos egyáltalán lehet kér a honóval, de a lényeg az, hogy tényleg, hogy valójában ott áll meg a dolog, amikor először a fejedbe megfordul, hogy még nincs itt, vagy ahol igen, pont az Ábrahám közvetítésekre a pénzzel kapcsolatban. Ugye feltételezi, hogy a pénz az manapság nem sok ember életében van úgy, hogyha hoz egy választást a pénzről, akkor egyébként nem minden nap jár a feje a pénz körül. Úgyhogy azt mondta, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy mivel itt azt nem tudod megcsinálni, hogy csak úgy választod, azt elkezdesz foglalkozni másra, mert egyébként más területeken lehet ezzel játszani, hogy ugye amit kevésbé teszel életbe vágóvá, ott simán egy csomószor megvalósítod magad, mert választottad, azt egyszer csak megérkezik, mert közben már teljesen mással vagy elfoglalva. De mondjuk, hogy a pénznél ez kevésbé reális, mert hogy a legtöbb ember nem nagyon tudja kiverni a fejéből, azt mondta, hogy remek alkalom arra, hogy elkezdjél játszani az érzéseiddel, a rezgéseiddel, hogy milyen érzés, amikor teli van a számlám, a zsebem, a lakásom, a bőröntöm, meg a minden. Tehát, hogy ez mondjuk pont az, ahol egy kicsit át kéne minősíteni azt, ahogy eddig éreztél azzal a dologgal, azt, ahogy eddig tartottad azt reálisnak, azt, hogy milyen érzelmeid voltak, milyen számítgatásaid és következtetéseid, mennyi érdekes nézőpontod volt ezzel kapcsolatban. Tehát mi van, hogyha ez remek alkalom, hogy ezeket most el tudjad engedni? Csodás. Nekem is jött rá valami, lehet, hogy nem a kérdés feltevőnek, hanem valaki másnak, de jól jöhet.
hogy hallottál már valaha olyat magadról, hogy te soha nem fejezel be semmit. Ja, ilyen viszont. Tehát volt esetleg, hogy rá alkalom, hogy ezt bevedd el, hogy saját magadról. És egy másik aspektus ennek a dolognak, hogy hány helyről lógnál ki, hogyha sikerülne azt elérned, amit eltervezgettél, és ameddig eljutottál. Tehát nagyon sokan vagyunk úgy, hogy nagyon sok lépés szinte még csendben, ahogy a háttérben lopakodva meg tudunk tenni, de amikor az utolsó lépésre valami tényleg sikerülne, és láthatóvá válna a többiek számára, az ugye hozna kívülről reakciókat, benned egy változás. Tehát hány helyről érzékeled, hogy kilógnál a sorból, és egyébként meg te mit döntöttél el magadról, hogy mi az, ami még nem vagy, vagy nem akarsz lenni, amivé válnál azáltal, hogy eléred azt a dolgot, amit kitűztél magad elé. És én most csak szédülök, úgyhogy minden, ami ez válasz, a teljes neteleni oroszkodok, mind a 9 rövidek fiúk és túlom túl. Egyébként mi van, hogyha az út, ez a beinduló teremtés, és minden, ami már tényleg a finishhez elvisz, ugye egy az, hogy mi az a finish, és hogy mi van, hogyha ez az út maga, az a folyamat, az már, hogyha elismernénk, mekkora hozzájárulás, az ugye egy ugródeszka lehetne mondjuk, ahhoz. Tehát, hogy tényleg ennek az elismerése. És mi van, hogyha nem is látsz arra a célra? Tehát tényleg élveznéd az utat? És mi van, hogyha valami teljesen más a célod? Már értek, hogy nekem 8 napos álomutazást a Maldív szigetekre. Pont a Maldív szigeten? Tehát egyébként felvélek, hogy szigetek maga az út, egy álomutazás. Igen, hogyha mondjuk nem teszel magad időn, hanem valójában beindítottad azt a dolgot, és mi van, hogyha te közben folyamatosan mindig túl is választhatnál azon. Tehát, hogy egyszerűen nem azt az egy pontot most választottam, és most attól kezdve azt lesem, hanem választottam, és közben minden nap megkérdezem, hogy és mi van még azon is túl. Tehát, és mi van is aktuális az a választás. Hát igen. És kicsi. Ja. Ami nem mozgatja. Meg nekem azért, hogy amikor azt mondtad, hogy minden igyekezet ellenére, tehát mindenhol, ahol munkává teszed az access eszközüket, hogyha erre értetted, hogy esetleg kérdésben vagy, mindenhol, ahol elvárod az eredményt, és ahol esetleg a lányok is visszaigazolták, hogy keményen dolgozunk a kérdésekkel, ugye, dolgozunk magunkon, valahonnan valahol akarunk jutni, akár az alapozót is ezért kínáljuk, mert még nem vagyunk elég jók, stb. Tehát, hogy mi kéne ahhoz, hogy picike könnyedséget behúzzunk. Egyébként például mire használod azt, hogyha tényleg igaz az, hogy mi, mert ugye ez azért akár lehet egy következtetés is. Mondjuk, ha soha nem vártál eleget, akkor valójában simán lehet, hogy kikövetkeztetted, aztán most már csináltál belőle egy sorozatot, és már mikor a legközelebbi választod, akkor már fölteszed magadnak a kérdést, hogy na ez hol fog megállni. De mit is akartam? Nem ezt akartam. Ez jött ki. Mindegy, majd visszajön, hogy miért nem jön ki. Miért nem jön ki. Igen, szóval hányszor használjuk a kudarcot önigazolásként, hogy nem vagyunk elég jók. Igen. De például, igen, azt akartam mondani, hogy mire használod ezt? Például én emlékszem, hogy amikor fiatalabb voltam, és még elkezdtem ezeket a spiri dolgokat tanulni, meg az önismeretet, meg ilyesmi. Szóval amikor kiderült, hogy valami még nem sikerült, az mindig alkalom volt arra, hogy mehessek tovább egy másik képzésre, egy más dolgot keressek, egy olyat, ami jobban fog működni. Tehát például az is lehet, hogy mondjuk ezzel direkt inspirálod magadat, hogy tovább keresgethess valami érdekeset, amit még szerinted nem találtál meg. De tényleg, amit Gabi mondott, hogy elismernéd, de már ezt is, amikor azt fogalmaztad meg, hogy már majdnem odaért, elismernéd-e azt a rengeteg mindent, ami már közben történt, és használnád-e az elismeréseidet arra, hogy tudjad, hogy az is meg fog történni. Tehát, hogyha már van egy csomó élményed, akkor milyen alapon kételkedsz abban, hogy a vége nem fog megtörténni. Tehát... És egyébként ez a kételkedés, hogy életemben feljön, akkor ez kihez tartozik. Meg tök jó volt, hogy ez ezt nagyon szünetet, hogy nem tudom, hogy mit akartam mondani, és rögtön beugrok. Tehát, hogyha mindenhol nem hagy szünetet a vége előtt, már úgy értem, hogy a... Ja, ez annyira jó, ez most annyira jó, mert ezt illatta, hogy
ismernek egy pár, és tudják, hogy nekem most az autóim ilyen extrém körülmények között tényleg olyan dolgoztak, hogy így megállítanak, és már annyira feltűnő volt, hogy már én is hajlandó voltam kérdésre, hogy ez, hogy nem ezt a kérdés. Ugye ilyenkor, hogy kitől kérünk segítséget a facilitátor, hát ugye vagyunk egymástak, és figyelj meg, segíts már erre ránézni, hogy mi ez, mert valamikor tényleg mert nincs az a semmi volt, hogyha nem boldogulsz bele. Vagyunk neked, illetve biztos van olyan barátnőd, vagy ismerősöd, vagy valaki, aki tud neked ebben hozzájárulást lenni, tényleg egy tök bonyolult kérdéssel, tehát az access-ben használ, mindegy hajadóban, és így valamelyik nap világosodtam meg, hogy tulajdonképpen úgy zajlott az életem az elmúlt időszakban, ami számomra tök lassú, ugye? Tehát, hogy ez a türelem itt, az jelenti az a kép, hogy én megyek a busszal, vezetem a buszt, és bár megállok minden állomáson, és úgy teszek, mintha kinyitottam volna az ajtót, hogy felé is leszálljanak, ugye az lehetőség be tudjanak jönni, de mentem is tovább. Tehát nem volt ez annyira gyors, hogy tényleg, hogy így humanoidként annyira gyorsak vagyunk, ami nekünk tök lassúnak tűnik, de ehhez a valósághoz képest ilyen fénysebesség, és hogy lehet, hogy egy csomó dolgot amúgy a jövőbe teremtünk, meg ilyesmi, tehát hogy még ötleteink, nekünk is millió ötlet van, biznisz, tehát hogy nem csak az accessben, hanem az üzleti életünkben, tehát a privát életünkben is, és akkor látszódok, nem tudom, hogyha nem sikerült volna, pedig még nem biztos, hogy pont itt volt az ideje, tehát hogyha tényleg ez, hogy nem döntenénk el, hogy ennek mikor kell megmenni, és ezt a befektetett energiát, mint úgymond mindent megtettem, vagy micsoda, ez a nagy lendület, meg minden egy igyekezet, ez az energia, ez nem vész el, ez ott lesz, ez meg fogja azt teremteni, aktualizálni fogja azt, ami neked a legnagyszerűbb. Igen, és amikor hogyan látozott, hogy hogyan lehetséges, tehát lehet, hogy úgy nem értél célt, ahogy te azt eltervezted, de valami más téren lehet, hogy már bőven túlszárnyáltad a célodat, csak még nem mentél észre, mert neked az az út volt ott, amit azt gondoltad, hogy ki van kövezve, és másfele mentél, és máshol jutottál el, ami sokkal nagyszerűbb annál, mint ahova mentél volna, hogyha ott battyogsz azokon a kavicsokon. Szóval mi volna, hogyha csak az egyszerű elismerése lennél önmagadnak, hogy mennyire nagyszerűen teremtesz meg mindent. Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy nem ért ide. Most a Gabinak még visszakérdeznék itt, amikor türelmetlenkedik, mert hogy ez nem elég gyors ez a változás, mert ilyet én sose szoktam mondani. Akkor mennyire van az, hogy valójában ez nem egy ítélet, hanem egy éberség. Mondjuk arra, hogy te tudod, hogy te ezerszer gyorsabban is tudnál, csak már rég lelassítottad magad azért, hogy egy kicsit is lépést tudjon veled tartani, mondjuk a párod, a családod, vagy az akár. És hogy inspiráljuk egymást, és hogy tényleg benneteket is nagyon elszaladt az idő, mert mindjárt egy óra hosszája dumálunk itt. Van-e még valami olyan kérdés, ami mindenképpen kikívánkozik belőletek, hogy nagyon bent maradjon és feszültséget okozom, írjátoknak a csetben, vagy jelentkezzetek itt. És közben nekünk van egy olyan kérésünk és kérdésünk, hogy majd mikor megkapjátok a hanganyagot is, hogy ha szeretnétek erről egy kicsit mélyebben, mondjuk egy kétórás programban beszélgetni velünk bármelyik részéről ennek a beszélgetésnek, akár a miértek hogyanok, akár az akarás, akár a bármi más, akkor ugye szeretnénk, ha jeleznétek nekünk, mert szeretnénk akkor csinálni ebből következő esemény, és ugye ne felejtsétek el, hogy ez az alapozó. Ha valakinek még nincs BASZ tanfolyama, akkor most többen is tartunk addig még BASZ tanfolyamot, vagyis mindannyian tartunk még addig BASZ tanfolyamot. Ezt meg lehet találni az eseménynél, amit kiküldtem leveletben, meg lehet találni. És nagyon sokat segítetek nekünk, amikor küldtök kérdést, mert akkor azzal jobban tudunk szárnyalni,
és jobban tudunk segíteni. Meg hogyha nem ismeritek itt a jelenlévő kedves facilitátorokat, akkor az SOP varázslat oldalunkon, vagy csoport oldalunkon rengeteg videót találtok, tehát nyugodtan lépjetek be, nézzétek meg, és akkor lehet továbbra is kérdezni. Sok. S-H-U-G-M-I-K. Én annyira élvezem veletek együtt a teremtést, annyira sok aspektusból tudunk megközelíteni egy-egy témát, ami mondjuk nekem fel sem merült volna, és jön valamilyen másik irányból, egy másik nézőpontból egy kérdést, nem is választom, egy kérdést, ami teljesen más teret nyit meg. És tényleg mindannyiunknak más a stílusa, más ahonnan jövünk, amit ügykötünk, vagy csinálunk ugye egyáltalán, és mégis az, ahogy együtt teremtünk, már ugye csináltunk együtt alapozót, hát az fergeteges 4 nap volt. Tehát mi annyira élveztük, hogy egyébként is saját teremtjük újra. Azért úgy emlékszem, nem csak mi élveztük. Nagyon gyors volt és intenzív, mert ugye látjátok, hogy itt egymás szájából veszük ki a szót, úgyhogy valójában túl sok szünet nem fér bele a napba, mert annyira érdekesek is voltak azok a facilitálások, hogy senkinek nem volt kedve most azt félbehagyni, és most itt üdülni egy kicsit, mondjuk 2 óra ebédszünet, vagy ilyesmi. Hát és itt ilyen nappal elvinkezünk. Ja. Hát, hogy az, hogy alapból egy alapozó, az mondjuk, mikor elkezdtek iszkó, és az azért nagyjából, hogy 5 körül vége van, és még ebédszünet. Hát itt azért csak egy szikla beszélgetés, akkorákat szokott, mint néha azon gondolkodunk, hogy hú, ezt fel kellett volna venni, csak ezt a telefon beszélgetés, hogy ebben mennyi kincs volt, ugye szó lenne visszahallgatni, mert tényleg így van volna, és hogy kivettük a balaszokatra, meg megjelhetünk a jacuzziba, és ott is megbeszélhetjük az intimitás ötelemét, vagy zavarunk beüldetés. Ahogy az ezt az előbb kimondta az üdülést, akkor megint azt figyeltem, hogy az egész testem így porcikánként elindul, mert mind a mellett, hogy egyébként ez mit tud adni, mekkora pihenés, kikapcsolódás tud lenni a testünknek, meg az egész szervezetnek az, hogyha kivonulunk egy kicsit ebből a valóságból. Tehát kivennél a magad számára 4 napot, 4 szabad napot, és kilépnék el egy kicsit a csinálásból, azért, hogy megkóstoljuk, hogy milyen azzal teremteni, ahogy vagyunk, ahogy létezünk, hogy... Nem kell szó, tudod, így átküldöm az energiáját. Tehát megengednéd-e magadnak azt az ütülést, ami ránézésre nem volt lehetséges. Ez nagyon felüdítő. És képzeljétek el, hogy pont akkor lesz a facilitátor tréning egyébként ausztráliai idő szerint, tehát éjszaka fog venni, és mit kaphatunk abból a térből is. Én éjszaka figyelem, vagy minden reggel majd abból hogyan lehetünk ilyen szerencsések, hogy egybeesik, amikor Gary Bain, Simon és Brandon facilitálnak. Wow. Szerintem maradjatok otthon, fogadjuk szót a operatív törzsnek. Valahogy nekem a maszk soha nem jut eszembe, mindig állarcok mondok. De jó. Egyszerűen nem jön más. Mi az az érdekség, ami felbukkan? Ja, és egyébként gyerek is jöhet, mert ugye azt tudjátok, hogy az alapozón a 16-tól 18-ig féláron van, aki alacsonyabb korú, az ingyenesen. Nekem többször is volt 15 éves, meg 14 éves részt az alapozón. Volt, aki szülő nélkül volt ott. Hogyan lehetnek egyre szerencsések azok, akik már ilyenkorban megkapják azt a szabadságot, hogy el tudnak kezdeni magukként teremteni. Nyilván azért azt kérjük, hogy ha tetszett, akkor másoknak is jelentétek ezt az SOP, hogy hívják SOP? Varázslódni.
varázsturné lap, tehát ez egy oldal, és azért azt a sok videót, amit múltkor az alapozó előtt készítettünk, azt vissza lehet nézni több különböző témába. Használják. Nagyon-nagyon sok minden van. Nem akarom fényezni magunkat. Lehet fényezni csak. Én már befényeztem magam, hogy arany érvével is. Nagy rögyökásom, és nem is tudom, hogy szoktam tudni, hogy is tudom. Nagyon jó éjszakát akkor. Sziasztok!